lássam. Akciófilmbe illő módon fogták el a rendőrök azt a dílert, aki rendszeresen szervezett hasonló találkozókat vevőivel a harmadik kerületben. Letartóztatásakor is éppen drogot adott át, az ügyfelei sorban álltak az autójánál. Az üzletnek végül a nyomozók vetettek véget, akik a férfin kívül négy vásárlót is elfogtak. A díler csak azért bérelt egy garást Óbudán, hogy ott tárolhassa a kábítószert. A garázsban másfél kilogramm marihuánát találtak a házkutatáskor, a férfi Pilisboros Jenői lakásán pedig extazi tablettákat és 3 millió forintot foglaltak le a rendőrök. A férfi legalább 18 főből álló vevőkörrel rendelkezett. Az ügy egyik egyedisége, hogy az ügyfelei tudtak arról, hogy a vádlott mindig ugyanazon a helyen és időpontban, minden héten hétfőn és csütörtökön, este 6 és 7 óra között, vagy a harmadik kerület Keve utca környékén, vagy egy szintén harmadik kerületi áruház környékén árulta, illetve adta át a vevőknek a kábítószereket. Az, hogy a konkrét esetben hol és mikor vették át a vásárlók a kábítószert, azt minden esetben előzetesen telefonon egyeztették a vádlottal. A férfi jellemzően pár grammos kiszerelésekben grammonként 2000 forintért adta el a kábítószert. A fővárosi főügyészség a 36 éves férfit jelentős mennyiségre elkövetett kábítószerkereskedelem büntetével vádolja, és vele szemben fegyházbüntetés kiszabására, valamint pénzbüntetésre is indítványt tett a vádiratban. A rendőrség akciósorozatot indított a kábítószerkereskedelem visszaszorítása érdekében. 2021-ben pedig megalakult az online kábítószer és gyógyszerhamisítás elleni munkacsoport. Egyre jellemzőbb ugyanis, hogy a pszichoaktív anyagokat az interneten árulják. Az a több száz kiló lefoglalt kábítószer, az a több száz millió forint érték, amiket sikerült kivonni a piacról, az a több tucat elfogott elkövető, őrizetbe bíróságlátott elkövető, mind arra mutat, hogy több tízezren lehetnek veszélyben. Hisz ha ezek a szerek kint vannak a piacon, akkor a vásárlók megtalálhatják őket. A rendőrség szerint a fiatalok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért a prevenciós programokkal főként őket szeretnék megszólítani.